Több évtizedes hagyománya van már annak, hogy a nagyváradi római katolikus püspökség a húsvét utáni negyedik vasárnapon ünnepli az egyházmegye alapítóját és védőszentjét, Szent László királyt. A nagyváradi székesegyházban idén is több ezren gyűltek össze, hogy közösen tisztelegjenek a lovak király emléke előtt. Széchenyi Miklós nagyváradi püspök pontosan 110 éve, 1914. áprilisában kapott engedélyt X. Piusz pápától arra, hogy minden évben a húsvét utáni negyedik vasárnapon megünnepelhessék az egyházmegye alapítóját és védőszentjét, Szent László királyt. Az idei főpapi szentmise főcelebránsa és szónoka Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt. Az egyházfő beszédében Szent László példájának időszerűségét hangsúlyozta, és a keresztény értékrend követésére szólította fel a híveket. Olyan példaképeket keresünk, akiktől tanulhatunk, akiknek a nyomába járva mi is építeni tudunk. Szent László pedig egy ilyen példakép, aki ugye az ő lovagiasságával, az ő lovagias erényeivel ugye tudott küzdeni az igazságért, a hitben meggyökerezett személyiség volt, hiszen Istennek ajánlotta az ő művét, az ő országát, az ő népét. Az arándok napon a hagyományoknak megfelelően jelen voltak az egyházi és világi elöljárók, a testvéregyháza képviselői, a Győri Szent László határőr-hagyományőrző Egyesület tagjai, ugyanakkor Magyarország több pontjáról is érkeztek gyalogos zarándokok. Mindenképpen egy lelki út, tehát a búcsú az a lelki megtisztulásnak egy nagyon fontos pontja, illetve a Szent László iránti tisztelet vezet minket. Ugye Szent László összeköti az összes magyar területeket, így akár Endrődöt és más egyebeket Váraddal, illetve hát a Trianon előtti időszakban a mi térségünknek ez volt a központja, hiszen Endrőd volt a nagyváradi egyházmegye legszélsőbb települése, azt is mondták annak idején, hogy a nagyváradi egyházmegye gyöngyszeme. A szentmisét követően az zarándokok imával és énekekkel kísérték végig a Szent László erekjét a hagyományos Hermás körmeneten.